Indulnak a zöldítési akciók Nyíregyházán. A városüzemeltető cég évek óta működő kampányaira már lehet jelentkezni. A szomszéd fője mindig zöldebb akcióban, tavaly 182-en pályáztak sikeresen. A szomszéd füje mindig zöldebb egy régi, hagyományosnak mondható akciónk már. Február 15-ével indítottuk ezt idén ezt az akciót, március 6-áig várjuk a pályázati adatlapokat, ami a honlapunkról a nyírvv.hu címen letölthető. Ebben az akcióban egy kilogram fűmagot és egy köbméter koposztal komposzttal kevert termőföldet igényelhetnek a városlakók az ingatlanjaik előtti közterületre. Nyilván a beadott pályázatokat a kollégáink helyszínen lenőrzik, és amelyik sikeres elbírásban részesül, arról e-mailben majd tájékoztatjuk a pályázókat. Az Ültess egy fát a holnapért akcióra március 4-éig lehet visszaküldeni az adatlapokat. A feltételek között itt is szerepel az érintett ingatlan előtti közterületről készített friss fotó. Fontos, hogy a nyírvévé a beérkezés sorrendjében bírálja el a kérelmeket. Ha beérkeznek a pályázatok, akkor a kollégák szintén minden egyes beadott pályázati helyszínt felkeresnek, megnézik a közműadottságot is, és ezek alapján állítják össze majd a, a sikeresen pályázók listáját, akiket szintén e-mailen fogunk majd értesíteni. A növényeket a Nyír VV a készlet erejéig biztosítja, azonban a szállítás, az ültetés és a további gondozás az igénylő feladata. A tavaly sikeresen pályázók jelentkezését idén automatikusan elutasítja a városüzemeltető.